Harag Péterrel beszélgetek, aki a KDNP frakció vezetője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Minden bizonnyal ott volt zarándokként ön is a pápa látogatásán, és hát innen indulnék el, hogy azt mondta Ferenc pápa, hogy mindannyian zarándokok vagyunk. Hogy érezte magát a szombati misén? Felemelő élmény volt, és valóban úgy jöttünk ide a kollégáimmal együtt, mint zarándokok, és ez azt is jelenti, hogy bár politikai szerepünk van, de nem ebben a gúnyában jelentünk meg, hanem keresztény emberként. Az igaz, hogy egy világnézeti párt képviselője az annak a számára fontos esemény az ilyesmi. Nagyon sok mindent mondott Ferenc pápa. Az ön számára mit mondott Ferenc pápa? Nyilvánvaló, hogy egy ilyen látogatás, az elhangzó beszédek, az övé is, és a gyulafehérvári érsek válasza is, az pontosan patika mérlegen kimért gondolatokat tartalmazza. Tehát van ennek egy diplomáciai jellege is. De az igazi üzenet az természetesen illeszkedett Csíksomlyó kisugárzásába, hangulatába, a kegyhelynek a világába, és az a gondolat, hogy a pápa kimondta azt, hogy Csíksomlyóban a székelyek hagyományosan a fogadalmukat teljesítve jelennek meg, és ez a hely ennek a kultúrának a része, ez önmagában egy szép üzenet volt, de természetesen a legfontosabb üzenete is az együttműködés, összefogás, a más vallású, gondolkodású és nemzetiségű emberek elfogadása, ez volt a fő gondolata, és hát ez természetesen egy hiteles gondolat volt. Helyiként mindig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy érzi magát az, aki messziről érkezik, és hogyha magyar emberről van szó, akkor még inkább érdekel, hogy érzi, hogy hazajön, érzi, hogy fogadják, hogy befogadják, hogy jól fogadják? Egyrészt vannak erdélyi gyökereim, de ettől függetlenül évek óta, hosszú évek óta járunk rendszeresen a pünkösdi búcsúra is, de rokonlátogatásra is, és abszolút természetes az, hogy az itt élő magyarok azok a nemzet egészének a része, tehát ez soha nem volt probléma számunkra, és a fogadtatás, amire célzott, az talán még szívélyesebb, mint amit otthon tapasztalunk. Ez ilyen értelemben hazajövünk, mert az a világ, amit már évek óta rendszeresen meglátogatunk, az második otthonunká vált. És hát akkor, ha jól sejtem, akkor maradnak a pünkösdi búcsúra is. Igen, hát hogy ki is mentsen magamat a feladatok nyomasztó súlya alól, és a ellenérzések vagy ellenvélemények alól, most a parlamentben B7 van, ez azt jelenti, hogy nincs szavazás. Tehát nem mulasztunk kötelességet otthon sem, és ezt az egy hetet most kihasználjuk arra, hogy különböző látogatásokat tegyünk. Holnap megyünk Csángóföldre például, és hát olyan emblematikus személyekkel és helyekkel fogunk találkozni, ami kitölti értelmesen és szépen ezt az egy hetet. Nagyon sokat beszéltünk itt a stúdióban az elmúlt napokban arról, hogy Székelyföld szép és szerethető. Ön mit szeret a leginkább? Van-e olyan hely, olyan rendezvény, olyan pont, ahová újra meg újra visszatér is? Van-e esetleg most olyan a heti programjában, ami újdonság és kíváncsi esetleg rá, hogy, szóval, hogy kíváncsian várja? Igen, hát tulajdonképpen, amit említettem, a holnapi nap az egy nagyon izgalmas találkozás sorozat lesz, hiszen magyar faluig fogunk elmenni, ami azt hiszem, hogy nem közeli az hely. Jó messze van. Jó messze van, de egy kényelmes kis buszunk van, úgyhogy ezt kibírjuk. És hát Csíksomlyó mindenképpen egy ilyen centrális hely számunkra, hiszen az esemény, a lelki tartalma, az az üzenet, ami minden évben más, és itt megfogalmazódik, az nagyon fontos. És az egész Csíki-medence, a Hargita, tehát az a világ, amit körülvesz minket, a természeti szépség, a nemzeti örökségnek az kézzelfogható megjelenése,
az emberek barátságossága, ez mind együtt jelenti azt, hogy mindig kellemes élmény idejönni, még a hosszú utazás ellenére is. Nem szeretnék indiszkrét lenni, de nyugodtan. Volt már a bákói, a moldvai csángóknál, mert hogy én azt gondolom, és én idevaló ember vagyok, hogy akkor érti igazán meg az ember, hogy élnek ők, kik ők, hogyha oda megy, és ez igazán nagyon nagy dolog, hogy önök elmennek oda. Voltunk már, de ugyanúgy örömmel visszatérünk. Ezen túl azonban egy kicsit éppen az anyaországi politikai szerepvállalás miatt érzem azt, hogy kötelessége ma mindenkinek, aki politikai pályára lép, a nemzet egészében gondolkodni, és ezért, ha nem is a helyszínen, de mindenképpen foglalkoztunk a csángó kérdéssel is, és figyelemmel kísérjük a jelenségeket. Van egy olyan civil szervezet, aminek én alelnöke vagyok, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, és hát ők mindig a kollégáink, az önkéntesek jelen vannak alkalmanként, de a csángóföldre különös figyelmet fordítanak. És hát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat évről évre óriási munkát végez itt Hargita megyében is, nem tudom, máshol is? Hát Kárpátalján is, otthon is, mint az elnökség tagjai rendszeresen kapjuk a hivatalból a jelzéseket, a gyermekek érdekében milyen műtétek történtek, milyen terápiás foglalkozások. De nagy részt azért egészségügyi kérdésekkel foglalkozik az Egyesület, de hát nemzetpolitikai kérdések sem idegenek tőlünk. Tehát akkor itt egy élő kapcsolat van tulajdonképpen ide, mondhatom, hogy évről évre visszajár, már-már hazajár. Hát úgy mondhatnám, hogy sok szintű kapcsolat, tehát benne van a rokoni kapcsolat, a civil szervezeti kapcsolat, az itt működő politikai szereplőkkel való személyes kapcsolat, és hát megint csak visszatérek, mert azt hiszem a mai beszélgetésnek is ez a fő témája, a Csíksomlyó világa kisugárzása és az itt történt események. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.